Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat és mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint. Bárcsak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt te föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, állva bennünk tested öt, így lesz ez örökké. Most telik be, vagy soha, ez átok. A zászlót! A zászlót ne hagyjátok! Ha minket elfú az idők zivatarja, nem lesz az Istennek soha több magyarja. Bárcsak értenénk a múlt intő szavát, az égre vésett jelzést, mi csak szívünk. De mindig tud, hogy áldott itt te föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, állva bennünk tested öt. 2018. március 14-én Sápközség önkormányzata ünnepséget szervezett az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. A rendezvényen a határon túli Szent Jobb településről érkező delegáció tagjai is részt vettek. A program 13 órakor vette kezdetét egy rendhagyó interaktív előadással, János Vitéz címmel, melyet Varkucs Róbert Károly mutatott be a falu lakosainak és a vendégeknek. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai napon, az 1848-49-es szabadságharc 170. évfordulója alkalmából. A mai napon a polgármesteri hivatal jóvoltából a gyerekek és önök egy interaktív órán vehetnek részt, ahol a János Vitéz fogja feldolgozni nekünk Varkucs Róbert magyar tanárőr. Ő Nagyváradról érkezett, úgyhogy fogadják őt nagy-nagy szeretettel. Yeah.
Juskám, édes Juskám. Az énemem, mint ahogy hallottátok, Kukorica Jancsi. Vajon miért neveznek engem Kukorica Jancsinak? Lássuk gyerekek, ki hogy figyel? Ki emlékszik rám? Miért neveznek engem Kukorica Jancsinak? Ugye? A kukorica között találtak rá, képzeljétek el. Engem az én édesapám és édesanyám elhagyott, elvesztett valahol, biztos leestem egy szekérről, vagy nem tudom, mi történt. De a kukorica földön talált meg az én nevelőapám, aki egy nagyon-nagyon szigorú ember volt bizony. Tehát árva vagyok, mint az én nagy drága szerelmem Iluska is. Iluska, aki a legszebb a világon, szép hosszú haja van. Kíváncsi vagytok, hogy néztél? Igen? Sajnos ő most nem lehet itt, de egy szép felvétel készült róla. Ez a kék anyag lesz a folyó, a patak, bocsánat, a patak, ahol Iluska mossa a ruháját. Gyere, most eleszel Iluska, gyere ide. Ez a zöld anyag pedig a fű, amelyben Jancsi, ami Kukorica Jancsi, leskelődött Iluska után. Ez a... Eddig a kezedetet. Úgy, na és te pedig csináld itt a mostánat. Hogy? És most játsszátok el azt a pillanatot, amikor találkozik a tekintete a két fiatal. Nézzetek egymás szemébe, és álljatok meg pár másodpercig csak úgy. Na lássuk. Mennyire bátrak vagytok? Szemben lesz, mertek nézni? Igen? Nagyon jó. Hány másodpercig? Te most két másik jelentkezőt várok. Két másik jelentkezőt várok. Gyere, erről el is kaptalak. Igen, jelentkeztél, láttam. Gyere, akkor te leszel a Iluskát. Hogy hívnak? Bogi. Most átkereszteled, most Iluska veszel, nem baj? Gyere ide a patakhoz. Úgy, nyugodj le. Gyere, te pedig ide feküdj oda be a fűbe. Hogy számold a bárányokat. Megvannak-e még a bárányok? Nézd körül, hogy megvannak a bárányok. Számold. 1, 2, 3. Nem is egy volt, ami hat. Hol a hatodik? Azt elvesztettem. Elvesztettem, mert nagyon sokat néztem azt a Iluskát, ugye? Na most azt a jelenetet játsszátok el, mind a ketten felálltok, egymás szemébe néztek, de most már közeledtek, és egymáson is így megfogjátok egymás kezét. Jó? Gyere, nézzél vele szembe. És most fogjátok meg egymás kezét. Úgy? Nagyon. De nézzetek egymás szemébe is. Ez az. Nagyon jó. Nagy tapsot!